Nekik senki és semmi nem jó. Bizonyára mindenki ismer olyan nőket és férfiakat, akiknek már 4-5 hódolója, udvarlója, élettársa, sőt házastársa is volt, de egyik se felelt meg számára. Senki mellett se voltak boldogok. Kiben, miben van vagy lehet a hiba? Talán senkiben, semmiben, csak az érintetteknek a dolgok véletlenül úgy alakultak? Esetleg a párkapcsolat egyenlő az elvtelen alkalmazkodásnak nevezett tűréssel, szenvedéssel, megalkuvással? Hallgassuk meg, mit mond erről a különleges gépi műszaki képesség, tehetség, bölcsesség. Azt szokták mondani, egy kapcsolatban kettőn áll a vásár, és a párkapcsolat alkalmazkodás nélkül nem működik. De hogy meddig kell és meddig lehet elmenni ebben, az nem mindig magától értetődő. Kérdés, hol van a határ, ahol már nem alkalmazkodásról, hanem önfeladásról beszélünk. Ha például a másik kedvéért leteszed a cigit vagy kevesebbet iszol, az nem túl nagy baj. Ha viszont természetbeli, temperamentumbeli sajátosságról van szó, az már rázósabb, hiszen részben örökletes tényezők alkotják és nehezebb rajtuk változtatni. Nem érdemes romantikus kapcsolatba lépni valakivel, aki előítéletes, vagy teljesen más a világnézete, mint a tiéd, például a hit és a vallás tárgyában. Ettől még beszélgethettek jókat, csak az életed legintimebb részeit nem tanácsos vele megosztani. Az élet céljaitokban is akadhatnak kibékíthetetlen eltérések, ellentétek. Ha például minden vágyad az, hogy gyereked legyen, de a másik fél nem szeretne, akkor nem szabad hinni abban, hogy majd számodra kívánatos módon megváltozik az illető. Azt sem árt mérlegelni, hogy az elvárásaid mennyire reálisak, mennyire fakadnak belülről és valóban olyan fontosak-e neked, mint amilyennek első ránézésre tűnnek. Lényeges, hogy ismerd a valós igényeidet, és ezeket őszintén tudasd a másik személlyel. Ne várj tőle gondolatolvasást, legyen közöttetek párbeszéd. Nem jó, ha feladjuk önmagunkat. A kapcsolat akkor előnyös, ha nem rombol minket, nem leszívja az energiánkat, hanem pluszt ad, amiből épülünk, szépülünk, amitől jobb lesz az életünk. Természetesen minden viszonyban vannak negatív időszakok. Fontos, hogy milyen hosszúak ezek a szakaszok, s meg tudjuk-e találni újra az építő harmóniát. Röviden, tömören összefoglalva, legyél tisztában a legfontosabb igényeiddel és szükségleteiddel, és koncentrálj arra, hogy a másik személlyel való kapcsolat inkább épít, energizál, vagy rombol-e, és azzal foglalkozz, hogy neked és a párodnak jó-e úgy, ahogyan éltek. Ha rendre fel kell adnunk a legfontosabb igényeinket, úgy, hogy nem kapunk érte cserébe semmit, az bizony frusztrációval és az önértékelésünk károsodásával jár. Ha áldozatnak érezzük magunkat, akkor baj van a kapcsolat biztonságával. Ha megtaláljuk a biztonság új forrásait, akkor könnyebb lesz az alkalmazkodás egyensúlyát is megtalálni.